Táborozó csapatokkal, versenyautókat, tartalék alkatrészeket szállító trélerek és kisbuszok, motorbőgés és tömény izgalom. Ezekkel szembesülhettek azok, akik a múlt hétvégén kilátogattak a makói rallipályára. Autó különlegességekből, izgalmas futamokból és porfelhőből sem volt hiány a Max Challenge első fordulójában itt Makón. A versenyzők két bajnokságban is indulhattak, az egyik az Alföld Kupa, ami egy négyfordulós megmérettetés, melyet Makó mellett Dömsöd, Nyírád és Tabdi települések szerveznek meg, illetve elsőként adtak helyszínt a makóiak egy nemzetközi sorozatnak. Idei első évét töltjük, járjuk a Max Challenge Kupa sorozatnak. Szerbia, Szlovákia, Ausztria és Magyarország amatőr autókrosszosai fogtak össze. Hát most szerbek 10 jöttek el, szlovákok, illetve az osztrákok nem tudtak eljönni, de ott is rendezünk náluk versenyt. Közel 80 indulónk van most, a terepgokártól kezdve a juniorokon át egészen a szuperkategóriás szuperbagigig minden. A sportág egyre népszerűbb a fiatalok körében is, akik szép számmal jelentek meg a versenyen. A mórahalmi Horváth Gergő egy 1600 köbcentis Seat Ibiza típusú autóval rótta a köröket a futamok. A mezőny az nagyon megerősödött, most elég erős autók lettek itt, de egyébként az autó az jó, és bírja. Mit gondolsz a makói pályáról? Nagyon jó a pálya, szerintem most lett az egyik legjobb, és nagyon tetszik, jó rajta menni. A pályán való ütközésektől összegyűrődött kasznék gyakori látványosságnak számítanak a depókban, azonban néha egy-egy különlegességen is megakadhat a szemünk. Kosta Gergő az autókrossz ikonjával versenyzett, amit ő maga épített át. Ez egy Lada 21.05-ös, amely egy 07-ből lett visszaalakítva, ugye most át lett alakítva teljesen VFTS-re, ki lett toldva az első hátsó futómű, és egy épített motor van benne. Az elején toldott lengőkarok vannak, a gyárihoz képest 4 centivel meg vannak toldva, hátul ugye a gyári híd helyett egy Lada Néva híd van, ami körülbelül 14 centivel szélesebb, és a motor meg ugye az teljes mértékben át lett alakítva, új dugattyú, főtengely, hajtókar, vezérműtengely. A kiszombori Baranyi Attila egy úgynevezett buggyval érkezett a versenyre. A 16 éves ifjú szinte a pálya mellett nőtt fel. Elmondása szerint 12 éve űzi a sportágat édesapja hatására. Volt egy kis terepgokárdom, hát igazából ilyen 50 lóerős volt. És akkor ugye apa adott egy Hondát, ugye most ez egy buggy, és ugye ez 200 lóerős, turbós, és összesen 700 kiló. Minden futamban nagy csatákat láthatott a közönség, az autósok egymás lökhárítóján kilincs aki nincsen küzdöttek a jobb helyezésért, olykor kockáztatva mindent. Egyébként a legtapasztaltabb versenyzőt látjuk éppen, aki fölborult, de ezt jelenti az autókrossz, konkrétan ez az autókrossz. Határokon autózva, megkeresve azt, hogy miért. Amikor átbillennünk a határokon, hát ezt most nem sikerült. De én biztos vagyok benne, hogy indulni fog a következő rajdba. A pályán kívül senki sem volt ellenfél, hiszen a legtöbben baráti viszonyt ápolnak egymással. A versenyre egyébként nagyon sokan voltak kíváncsiak, a pálya szélét teljesen megtöltötték az érdeklődők.